Köszönöm, Kaponcai Stefánia vagyok, én is a TASZ-tól jöttem. És először két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az az, hogy örülök, hogy a felkért hozzászólóknak a többségével egyetértünk abban, hogy a szívhangrendeletnekként ismert jogszabálynak valószínűleg rengeteg alkalmazási problémája van, és nincsen összefüggésben azzal, hogy hány abortuszt végeznek el ténylegesen. Itt a legutolsó hozzászólásban is elhangzott nagyon érzelmes hozzászólásokkal kapcsolatban fontos azt szerintem megjegyezni, hogy azzal is fontos lenne foglalkozni, hogy mi van akkor, amikor egy nem kívánt gyermek megszületik, neki milyen sorsa van. Tehát mindezek a kérdések sokkal komplexebbek, azt gondolom, mint ahogy ezt a megszólalásoknak a többsége érzékeltetni hagyja. De amiért én most beszélni szerettem volna, az a második abortusz határozatként ismert alkotmánybírósági döntés, amely előírja azt, hogy az orvos a terhesség megszakítás eljárásának objektív és semleges szereplője. Van olyan a törvény szerint, aminek a magzat életvédelme a célja, ez pedig a tanácsadás, amiről már szintén többet volt szó. De ez egyértelműen azt jelenti, hogy az orvos nem érvelhet sem a magzat megtartása mellett, sem az ellen. És itt már szóba került a MOK-nak az etikai kódexe, és azt gondoljuk, hogy ezért a MOK etikai kódexe túlterjeszkedik a hatáskörén, arra sarkalja az orvosokat, hogy lépjenek ki a semleges szerepükből. Ez egyrészt egyik oldalon alaptörvényellenes, hiszen ezzel a kódex rendelkezése ellentétes az Alkotmánybíróság által megfogalmazott alkotmányos koncepcióval és a törvénnyel. Másrészt azt gondoljuk, hogy etikai is agályos, holott mivel a szülésznő gyógyász betege, a terhes nő és az ő méltóságával kell foglalkoznia. Ezért mi azt szeretnénk javasolni, hogy a MOK módosítsa a kódexet annak érdekében, hogy az orvosok megőrizhessék a semleges szerepüket. Köszönöm szépen! Köszönöm! Ott az úriember a zakóban előtte egy sor előtt. Üdvözlöm Önöket, és köszönöm a szót, illetve köszönöm a szervezést. Novák Erőd vagyok, 4 gyermekem van, és 1 feleségem. 2016-ban az országgyűlési képviselői mandátumomról való lemondásom előtt az utolsó képviselői indítványom volt Dúró Dórával közösen a szívhang törvény, amelyet azért nyújtottam be, hogy idézem, a magzat védelmében az állapotos nő pedig tájékoztatásban részesüljön, a tájékozott beleegyezés alkalmazásával többletjogot biztosítva a magukat terhesnek érző anyáknak, magzatkorú gyermekeik megismerésére, tájékozottan történő elfogadására vagy elutasítására. Leszavazták ugyebár a javaslatot akkor még, de nem adtuk fel, hiszen hazánkban az abortusz a vezető halálok, még ha sajnos a KSH csak a sebészi magzat elhajtásokat veszi is számításba, 4 másik abortusz típus sajnos nem. 2018-ban ismét benyújtotta ez Dúró Dóra, és többször fölhívtuk erre ennek szükségességére a figyelmet. Tehát a társadalmi vita egyébként igenis van, volt, 6 éve folyik, és azt gondolom, a rendeletnek is van egy olyan haszna, hogy egyfajta felvilágosítás is történik, hogy hoppá, hát itt egy életről beszélünk, nem egy fogászati beavatkozásról. Sokan fölteszik a kérdést, hogyha egy baktérium életnek minősül a Marson, akkor hogy lehet, hogy egy szívverés nem minősül életnek a Földön? Megviseli az édesanyát az abortusz, biztos vagyok benne. De hát még jobban megviseli a magzat gyermeket az abortusz. Azt gondolom, hogy erről is beszélni kellene. Sajnos valótlanság az az alaptörvényünkben, hogy a magzat életét fogantatástól kezdve védelem illeti meg, ezért szívügyünk a szívhangtörvény, melynek bevezetésével ugye egy esélyt adhatunk a magzatkorú gyermeknek, hogy legalább az utolsó szójogán életükben egyszer kommunikálni tudjanak a saját édesanyjukkal, tehát nem szigorításról, pusztán tájékoztatásról van szó. Az abortusz a családon belüli erőszak legelterjedtebb és legbrutálisabb formája, mely a legártatlanabb és legvédtelenebb emberek, azaz a magzat gyermekek ellen irányul, pedig a gyermeket nem kötelező felnevelni, örökbe is lehet adni, sokan várnak rá. Az életünk a fogantatás pillanatában kezdődik, és ez egyenértékű bárki máséval, ezért kell segítenünk az édesanyáknak, hogy a terhesnek tűnő állapot helyett a kezdetben talán lehetetlennek tűnő szülői szerepet többen érezhessék vonzóan, várandó, sőt áldott állapotnak. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani a sok elhangzott előadásnak, és főleg az elhivatott hozzászólásoknak. Azt gondolom, hogy valóban, és föl is jegyeztem magamnak ezeket, például a nemi erőszak valóban kivételt kellene képezzön, bár elenyésző az aránya szerencsére az összes
abortuszeshez képest. Elgondolkodható az is, hogy miért van állami támogatás az abortuszon, ezt szerintem is meg kellene szüntetni alapesetben mindenképp. És az, hogy az apák is meg kellene hallgassák a szívhangot, az szintén egy elgondolkoztató továbblépési lehetőség. Köszönöm szépen a hozzászólást. Középen ott bal oldalon a hölgy. Fernezei Bori vagyok a TASZ-tól, 3 gyerekes anya. Arról szeretnék beszélni, hogy miért alaptörvényellenes az úgynevezett szívhangrendelet, és a MOK etikai kodexének bizonyos része. Az abortuszhoz való hozzáférés korlátozása alapjogot érint, mégpedig a nők önrendelkezési jogát, hogy ez már elhangzott. Alapjogot csak törvényben lehetett volna szabályozni. Ez a rendelet ellentétben áll a magzati életvédelméről szóló törvénnyel. A magzati életvédelméről szóló törvény ugyanis az abortusz végrehajtásának, tehát a törvényben az abortusz végrehajtásának nem feltétele az életjelek bemutatása. Egy rendelet soha nem írhat elő szigorúbb szabályokat, mint egy törvény. Ez a rendelet az egészségügyről szóló törvénnyel sincs összhangban. Az egészségügyi törvény kimondja, hogy a betegnek joga van visszautasítani az orvos tájékoztatását, ha azzal mások egészségét nem veszélyezteti. Mások alatt az egészségügyi törvény csak a 24. hetet betöltött magzatot érti, az ennél fiatalabb magzatot nem. Ez alapján az illetfunkciók bemutatása, mint tájékoztatás is visszautasítható kéne legyen. Tehát a terhes nőnek is lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy lemondjon az életfunkciók bemutatásáról. Ez a rendelet azonban nem ad erre lehetőséget. Most mondanék néhány szót a MOK etikai kódexéről. A kódex kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a terhesség megszakítás során az orvos kötelesség, hogy a magzat megtartása mellett érveljen, ahogy ez elhangzott. A vonatkozó nemrég módosított egészségügyi szakmai irányelv szintén előírja az életjelek bemutatásának kötelezettségét, és példákat is hoz a módjára. Ezek az elvárások korlátozzák a nők önrendelkezéshez való jogát, hiszen olyan plusz feltételt követelnek meg az abortusz elvégzéséhez, amely a nőknek fájdalmat okozhat, ennek ellenére köteles magát alávetnie ezeknek. Szakmai irányelv, illetve hivatásrend etikai kódexe nem tartalmazhat alapjogot korlátozó rendelkezést. Ezért a rendelet és az etikai kódex túlterjeszkedik hatáskörént, ez alaptörvényellenes. Mindezért, ha valaki a rendelkezést tudatosan és esetleg a következményeket vállalva megszegni, erős jogi érvek szólnak a tette mellett. Köszönöm szépen, de letelt az idő, viszont úgy érzem egyben, hogy megszólítva lett az etikai kollégiumunk elnöke, aki szeretne reflektálni erre az észrevételre. Köszönöm szépen, én most nem akarok jogi meg mély etikai gondolatokat most itt előhozni. Egy valamit tudok ígérni a TASZ-nak, hogy amíg én vagyok az etikai kollégium elnöke, nem lesz abban változás az etikai kódexben, hogy a szülész nőgyógyásznak érvelnie kell a magzat megtartása mellett. És remélem, hogy az utódom is. És remélem, hogy az utódom is ezt így fogja. Az, hogy ez alaptörvénnyel ellenes, akkor az alaptörvényt kell megváltoztatni, én úgy gondolom. Tehát ez meg majd a képviselőknek a segítségét kérem. Köszönöm szépen, Olaj Anett vagyok. Én magam átestem egy abortuszon 20 évvel ezelőtt, amikor teljesen el voltam tökélve, semmi nem ingathatott meg, viszont a nőgyógyász, aki elvégzett egy ultrahangot, nem mutatta az ultrahang képét, nem hallottam szívhangot, de megkérdezte tőlem, hogy ez egy egészséges szívhangú magzat, nem gondolta, hogy megtartja? Ez az egyetlen egy mondat volt abban a pár hétben, amikor az ember csak arra koncentrál, hogy 12 hetes korig elvégezik rajta a műtétet, ami elbizonytalanodott. Viszont nem mondta azt, hogy milyen utóhatásai várhatók egy abortusznak lelkileg, úgyhogy egy nagyon súlyos depresszió és egy szörnyű évek vártak rám. Egészen a mélyére kerültem, és aztán meggyógyultam ebből a posztabortusz szindrómából, és a történetem megosztásával kapcsolatban aztán nagyon-nagyon sok hasonló nővel találkoztam, akiknek a néma hangját szeretném most itt felhangosítani, mert nem tudnak arról ezek a nők, hogy mi vár rájuk, és hogy ezt a szívhangot, ha ott nem hallják meg, amikor még az a baba rugdalózik 10-11 hetesen, meg fogják hallani később, elkerülhetetlenül az életük folyamán valamikor. Ott fog bendobolni,
és azt a mondatot fogják ismételgetni, amit én ettől a több száz nőtől hallottam, és ez tekintető egy szakmai tapasztalatnak akár, hogy miért nem tudom visszaforgatni az időt, és miért nem döntetek másként. És erőszakért kiálltunk, és nagyon helyes, hogy ezért szervezetek dolgoznak, hogy az erőszak minden értelme a családon belüli erőszak megszűnjön. És én azt kérdezem, hogyha én besétálok egy hogy megrángatom a gyerekemet, és jól elverem az utcán, akkor föl fognak jelenteni gyermek elleni erőszakért, de hogy akkor vajon, ha besétálok az orvoshoz, és azt kérdezem, hogy rángassák meg őt úgy, hogy meghaljon, akkor az miért nem erőszak? És arra kérem önöket, hogy hajoljunk meg a tudomány előtt, egy ember gyerekről van odabent szó, belénk van írva, hogy ezt egy felszólal mondta, ezt azt hiszem a pszichológus szakma megerősíti, hogy egy anyában ott van az ösztön a gyermeke iránt, egy szeretet, és ez elképzelhető, hogy egy pillanatnyi kötődési zavar, ami itt előáll, és nekünk, és az orvosoknak azt gondolom, hogy az a dolga, hogy ezt a zavart, ezt a válságot elhárítsák, és segítsék azt, hogy az anya előbb újjon ebből a lányból, és valamiképpen utána is, hogy a gyermek növekedhessen egészségben. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást.